Morvai, Porosz kolejny dzisiaj Morvai gościmy, asszony. panią zaprosimy. Köszönöm szépen. A szerbiai uniós csatlakozási folyamat kapcsán lakossági fórumot szerveztem a 80%-ban magyar lakosságú Zenta településen. Szerződést kötöttem a terembérleti díj előzetes kifizetése mellett a Zentai Városházával, majd a fórum napján kaptam egy teljesen döbbenetes közigazgatási pecsétes határozatot arról, hogy megtiltják ezt a fórumot, hivatkozva arra, hogy egy ilyen program alkalmas a közbiztonság, béke és közrend, valamint a közerkölcs megzavarására. Úgy érzem, nem csak az én jogaimat sértették meg, hanem az Európai Parlamentet is meggyalázták ezzel. Kérem tehát a parlamentet, illetve tájékoztatásként a biztos bizottságot is, hogy vizsgálja ki az esetet, illetve vizsgálja ki, hogy ez a Szerbia az ilyen típusú bolsevik jogalkalmazással, a totális önkénnyel a jogállamiság helyett alkalmas-e az uniós csatlakozásra. Megállapítottam, hogy már csak azért sem, mert egyébként a nemzeti közösségek, így a magyarok emberi jogait is lábbal tapossák. Ennek bizonyítására szeretnék egy egyelőre magyar nyelvű részletes tényekkel alátámasztott jelentést és egy fényképes albumot átnyújtani mind elnök úrnak, mind pedig a bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen! Dziękuję bardzo, zwracam się do Państwa, stało się stanowisko.